Korhű környezet, 19. századbeli stílus, ruhák, fényképek. Hát tulajdonképpen ezt árul azok elé, akik ellátogatnak ide a Fehérvár Csurgói Károlyi kastélyba. Ennek a kastélynak a fejlesztéséről Gulyás Gergely beszélt. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! Különleges időutazásban lehet része annak, aki Fehérvár Csurgóra látogat. A klasszicista Károlyi kastély folyamatosan fejlődik. Lesz koncertterem, család és zenetörténeti terem, és a kert is egyre szebb formát ölt. Gulyás Gergely arról beszélt, fontos, hogy az országban újra előtérbe kerüljenek a kastélyok. Korhű bútorok, ruhák, régi fényképek, 19. századi környezet, ebbe a millióbe csöppenhetnek bele azok, akik betérnek a Fehérvár Csurgói Károlyi kastélyba, ahová évente több mint 30 ezer látogató érkezik, és megcsodálhatja a 19. századbeli klasszicista kort idéző pompát. Örömünkre szolgál az, hogy ami ebben a kastélyban zajlik már hosszú évek óta, fokozatosan különféle ütemekben eredményeket hoz. A mai napon azért vagyunk itt, hogy az egyik ilyen eredményt tudomásul vegyük, megörüljünk neki, és megmutassuk, hogy milyen irányba indulunk, és milyen szellemben dolgozunk. Ennek a kastélynak a felújítása már közel két évtizede kezdődött meg, amikor Párizsból hazaérkezve hosszú emigráció után tudomásul vettük az épületnek a borzalmas, romos állapotát, és akkor már szóvá tettük a magyar hatóságoknak, hogy sok pénzünk nincs, de esetleg ötleteink vannak, és dolgozzunk együtt, működjünk együtt ennek az épületnek a felújításában. Hát így kezdődött minden, és így spekuláltuk ki, hogy ebből az épületből egy úgynevezett kulturális találkozó központot lehetne, kellene létrehozni. A helyszín Fejér megye egyik leglátványosabb turisztikai célpontja, ezt mondta Gulyás Gergely, aki a kastély megújulásáról és annak előnyéről beszélt. Szeretnénk, ha ezek a helyszínek ismét a társasági élet középpontjai lennének, és ezzel is tovább őrizhetnénk a nemzeti kulturális identitást, emelte ki a miniszterelnökséget vezető miniszteri biztos. Ennek a kastélynak a története nem a mi nemzedékünkkel kezdődik. Nemzedékek hosszú sora adta hozzá magáit, annak köszönhetjük, hogy egykor pompában jött létre, és az elmúlt évek tevékenységének köszönhető, hogy eredeti pompáját részben már sikerült visszanyernie. A előttünk járó nemzedékek tagjai közül kimagaslik a kastély újjáalapítója, gróf Károlyi György, a reformkor fontos alakja. Ő gróf Széchenyi Istvánnal szolgált a Hessen-Homburg huszárezredben, majd elkísérte Széchenyi több utazására is. A barátságuk nem csak a magánéletben, de az üzletben és a közéletben is megmaradt. A legfontosabb vállalkozásokban dolgoztak együtt, méghozzá nagyon sikeresen. A Lánchidat működtető igazgatótanács elnöke volt, ahogyan elnöke volt az Alagútnak, illetve a Tisza szabályozására szerveződött társaságnak is. Kiváló gazda volt, mintagazdaságaiban a világ legmodernebb technológiáit és üzemszervezési metódusait együtt alkalmazták, a hazai föld ismeretéből táplálkozó magyar tudással vegyítve. Megalapozott döntésének köszönhetően volt 40 ezer aranyforintja arra, hogy hozzáadja a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására befolyó összeghez, később pedig 22 ezer aranyforintja arra, hogy segítsen kifizetni a Nemzeti Színház adósságait, és gazdasági értelemben is segítette egy a Nemzeti Színházat fenntartó alapítvány működésének elindítását. A nagy nevezetes pesti árvíz idején magáról értetődő természetességgel nyitotta meg palotájának kapuit, hogy a túlélőknek fedelet nyújtson. Mint a hazájáért felelős arisztokrata, túllátott saját birtoka határain, látta azok helyét a hazában. Az is magától értető volt számára, hogy maga és családja sorsa össze van kötve ennek a nemzetnek a sorsával. Osztotta Széchenyi azon nézetét, miszerint idézem, minden, ami a hazafiakat összehozza, még ha legcsekélyebb oki lenne is, hasznos és jó, és áldott következési számlálhatatlanok. Kezdettől részt vett a kaszinóban, és komoly részt vállalt a lóversenyek szervezésében is.
közelebb akarta hozni az embereket és közösségeiket egymáshoz. Ez a kastély és a hozzátartozó birtok megszerzése is egyszerre volt józan számításon alapuló üzleti vállalkozás, családi rezidencia és nem utolsó sorban fontos találkozási pont. Hely és alkalom, amely összehozhatta a család tagjait, illetve a vármegye, sőt alkalmanként az ország vezetőit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a kastély a maga idejében kemény munka, megfontolt gazdálkodás és tervezés eredménye volt. Hatalmas és minden részletében kidolgozott vállalkozás. Ha nem így lett volna, tulajdonosa nem soká maradhatott volna meg a kastély élvezetében. Át kellett azt adnia olyanoknak, akik értették a mesterségüket és megállták helyüket a gazdasági életben. A kommunista időkben a kastélyok elpusztítandó szimbólumokká váltak, a fölösleges luxus, úri hucutság és az építészeti ízlésnek a kommunizmusban elfogadhatatlan megnyilvánulásai voltak. Ezért láthattuk, hogy miként csináltak belőlük szociális otthont, vagy TS-irodát, esetleg raktárt, vagy esetünkben talán még kevésbé rossz gyermekotthont. A pótolhatatlan kulturális értékek, amelyeket a nép nevében vett birtokba egy a népet minden más korszaknál jobban lenéző és elnyomó, a gazdasági racionalitásokkal sem számoló ostoba hatalom a hozzátartozó gazdasággal együtt pusztult évtizedeken át. A rendszerváltoztatást követően a kastélyok helyreállítása csak nagyon kevés helyen, nagyon csekély forrásokból és nagyon kismértékben kezdődhetett meg. Azok a kastélyaink maradtak meg, amelyek sorsa fölött elszánt családok és bátor közösségek örködtek. Családok és közösségek, amelyek vállalták a tradíciót, nem csak az épületet, hanem a vele járó munkát, sőt, ami ennél több, az ezzel együtt járó szolgálatot is. Egy-egy ilyen kastély megmentése nagyon sokszor a rendszerváltást követő két évtizedben is szélmalomharcot jelentett. Minden kis eredményhez hatalmas erőket kellett megmozgatni, komoly személyes és anyagi áldozatot kellett az állagmegóvás érdekében is meghozni. Az állam sok segítséget nem nyújtott, nem tudott alapvetően és átfogóan megoldást hozni azokra a gondokra, amelyek a rendszerváltozás után is jelentkeztek. Ma azt mondhatjuk, hogy Magyarország fenntartható gazdasági pályára állt, azért indítottuk a kastélyprogramot és a várprogramot, hogy ne csak búzsdüledékeken álljunk, és hogyha visszatekintünk, akkor ez nyilvánvalóan egy helyes döntés volt. Ha megnézzük a magyar turizmusban, a magyar gazdaságban játszott szerepét a felújított kastélyoknak, akkor láthatjuk, hogy ez lehet egy megtérülő üzleti vállalkozás is. Lehetőséget szeretnénk adni a jövőben is, hogy elkötelezett emberek és elkötelezett közösségek az ország egy-egy fontos pontján visszahódítsák az enyészettől ezeket a kastélyokat, és olyan komoly értéket hozzanak létre, amelyek ismételten találkozás pontok lehetnek, ismételten a társasági élet központjai lehetnek, és a kulturális identitás megőrzéséhez is nagymértékben járulhatnak hozzá. Ha azt a kérdést tesszük föl, hogy mit jelent ma egy kastély, akkor elsősorban azt mondhatjuk, hogy történelmi örökséget és sokféle lehetőséget. Örökséget, amelyet ma múlt hozott létre, itt éppen a Károlyi család, amely körül összegyűlt egy olyan elkötelezett közösség, amely képes volt ezt az örökséget megőrizni, és ebből a hatalmas szellemi és anyagi értékből újra lehetőséget hozott létre. Lehetőséget, amely üzleti, közösségi és kulturális lehetőség is. Mint minden lehetőség, ez természetesen azoknak válik csak sikerré, akik tudják, hogy ennek érdekében mit kell tenniük. Tisztában vannak a turizmus, különösen a kulturális turizmus vastörvényeivel, és tudják azt is, mit kell tenni itt és most Magyarországon és Fehérvárcsurgon a továbblépéshez, és milyen kemény munkát kell ehhez vállalni. Ezt az utat, aki vállalja, az egyértelműen minőséget tud teremteni, olyan minőséget, amely kompromisszumok nélkül emlékeztet a kastély egykor volt kinézetére. Ez a kastély kulturális lehetőség is. A kultúra közösséget hoz létre, összehozza, egymás mellé ülteti az embereket és a közösségeket. Zenekari koncert, kiállítás egyszerre jelent közösségi eseményt, turisztikai attrakciót, kikapcsolódást és feltöltődést. A turisztikai fejlesztés egyik fő célja, hogy egy impozáns műemlék maradjon fenn az utókor számára. A beruházás első ütemében a kastély terei történeti bútorokkal lettek gazdagabbak, de további termek, külső helyszínek újulnak meg a következő időszakban. El Simon László egyedülállónak nevezte a Károlyi kastélyt. Nincs még ennek a csodálatos országnak egy olyan megyéje, mint a mi megyénk,
ahol ennyi főúri pompával megalkotott, fantasztikus kastély fogadhatná a látogatókat. Széchenyi, Zichy, Nádasdy, Károlyi, Ciráki, Eszterházy és a festetis családok mindegyike épített legalább egy, valamelyik 3-4 kastélyt is a megyében. Mindegyik különleges építészeti értéket, ma műemléket jelent. Azért mondom, hogy fogadhatná, mert milyen jó, hogy miniszter úr a Loire mentére utalt. Fejér megye lenne egyedül alkalmas arra itt Közép-Európában, hogy egy valóságos kastélytúra program épüljön föl, egymásra fölfűzve azt a sok-sok kastélyt, amelyek között alig van néhány kilométeres vagy néhány 10 kilométernyi távolság. Nincs még egy ilyen adottságú térsége, még egyszer mondom, a hazának. Ezen kastélyok sorából kiemelkedik a fejérvárcsurgói Károlyi kastély. Na nem azért, mert Heinrich Koch sokkal nagyobb, vagy nagyszerűbb, vagy különlegesebb épületet épített volna, mint társai, bár az az igazság, hogyha körbejárjuk ezt az épületet, megnézzük annak tájolását, megnézzük a kertjét, akkor láthatjuk és megtapasztalhatjuk, hogy egy ékszerdoboza az, ami itt fogad bennünket, főleg a felújítás után Fejérvárcsurgon. Arányos, ízléses, mértéktartó, ugyanakkor mégiscsak pompázatos. Ennek a kastélynak különleges helye van a mi szívünkben, azoknak a szívében, akik itt élnek, dolgoznak, és különösen akik itt politizálnak Fejér megyében. És nem más az oka, mint az utolsó tulajdonosa, akiről nem árt jelen alkalommal sem megemlékezni, akiről mindig, mindenhol, amikor a megye politika történetéről és különösen a 20. századi hányatatásairól beszélünk, akkor meg kell emlékezni. A Károlyi kastély impozáns épületegyüttesének műemléki helyreállítása során egy lovas történeti kiállítás is helyet kap, és az épület egyfajta lovas pontként is funkcionálhat. A kastély több mint 1,5 milliárd forintból újul meg. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, de ne kapcsoljanak el sehová, tartsanak velünk továbbra is. Szép estét, viszontlátásra!